Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az ő szív üzenete. Ez egy általános jóslás. Én biztos vagyok abban, hogy valami szól neked is, hiszen nincsenek véletlenek. Nem véletlen az, hogy te most ezt a jóslást megtekinted. Viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. Vagy az ő szív üzenete jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a kutya jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Ez utalhat házi állatokra is, cicára is például. Amit a kutya még jelent, az a hűség, hogy ő hűséges hozzád. Vagy jelentheti a barátokat, az ismerősöket is, hogy ott vannak most kapcsolatok, esetleg változások. A következő kártya mutatja az ő gondolatát. Itt látható a hold. Ez jelentheti az anyukáját, vagy az anyai érzelmeket. Amit a hold még jelent, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések. Ez megjelenik a gondolatában, tehát ezek az álmok nála tudatosak. A következő kártya mutatja az ő érzelmeit. Hát itt bizony megjelenik a ravasz róka. Az lehet, hogy vannak hamis barátok a környezetében, ezt ő érzi is, hiszen ezek a barátok, illetve hamis barátok megbántották őt. Amit a ravasz róka még jelenthet az érzelmeit illetően, hogy vannak nála negatív érzelmek, félelmek és bizonytalanságok. Azt is jelentheti ez a ravasz róka, hogy itt nála tudatos, hogy hogyan érzi magát, hiszen a hold szimbolizálja az ő vágyait, az elképzeléseit, az álmait, de mivel barátilag kezel téged, és nem beszél szerelemről, nem beszél az álmairól, ez egy olyan hamis irány, ahova most ő tekint. És most megnézzük azt, hogy mit közöl veled. Itt látható a gyűrű. Ez nekem már jobban tetszik, mint a ravasz róka, hiszen keresi veled a kapcsolatot. Az is lehet, hogy lesz egy eljegyzés, vagy egy házassági ajánlat, amit a gyűrű még jelent, hogy ő mindig visszatér hozzád. Vagy jelenthet bizonyos szerződéseket is, munkahelyi szerződést, adásvételi szerződést, és mivel itt kommunikációról van szó, ő beszámol erről. A következő kártya azt jelenti, hogy mit akar közölni veled, de nem mondja ki. Itt látható a könnyűség, sőt, ez a kártya számomra jelenti a vidámságot, a zenét, a táncot, valamilyen ünnepséget, tehát lehet egy meghívás is, vagy beszélni akar veled bizonyos dolgokról, de vár arra, hogy te tedd ezt szóvá. Hogy lát téged? Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot és az elismeréseket. Ő úgy tekint rád,
hogy te megjelensz itt a nyilvánosságon, mindenki észrevesz téged, bámulnak téged, vagy dicsérgetnek téged, tehát megvannak a sikerek. És mi az, ami összefűz benneteket? Itt látható a gyógyító erő, azon kívül egy stabil párkapcsolat, mert ő úgy érzi, úgy látja a dolgokat, hogy nálad le tud gyökerezni. És ez volt, ez a jóslás, az ő szív üzenete. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!